Ciao, sono Ayub Daoud e un saluto agli amici di NSO TV. Lisztes Krisztiánnal és ifja Milas Elekkel formálódik a Kisfradi soroksáron, a kispadon pedig Szűcs Mihállyal, aki szakmai igazgatóként segíti az NB3-as klubot. Természetesen ugye a Krisztiánnal teljesen más a kapcsolatom, mint mondjuk a többi játékosra, mert annak idején tényleg szobatársak voltunk hosszú edzőtáborokban, nyilván sokkal többet tudunk egymásról, mint mondjuk adott esetben másik többi játékosról. Ugye mindig szoktam mosolyogni, mert ugye a Krisztián játszik 10-esbe, az Elek játszik 9-esbe, és amikor a játékvezetők bejönnek a meccs előtt az öltözőbe, akkor ugye mindig mondják, hogy 10-es, Krisztes, 9-es, Nyilas, mondom, mert ez jó hangzik, ez régebben sem volt rossz párosítás, de én azt gondolom, hogy az Elekre megint szintén másképp tekintek mondjuk, mint a többi játékosra, mert gyakorlatilag az órom előtt nőtt föl. Kis Nyilas már 3-4 évesen edzett a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutó Fradival, sőt, még pályára is lépett az egyik mérkőzés előtt. Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy még kezdőrúgást is végezhettem el a Fradi pályán kisgyerekkoromban. És hány éves voltál? Négy éves. 3 és 4 éves voltam, nem mindenre emlékszem, ezt be kell, hogy valljam, de azért vannak foszlányok is, és nagyon nagy emlék, de én már akkor is tisztában voltam ezzel, és edzhettem is köztük. Akkor már nagyon jól vezette a labdát 4 évesen. Edzhettem is köztük, és ez nagyon nagy élmény volt. Lisztes Krisztián szerint Nyilas Elek semmivel sem rosszabb játékos, mint édesapja volt, kemény munkával pedig belőle is lehet NB1-es labdarúgó. Mellettem ülő Nyilasból lehet ugyanolyan jó játékos, mint az idősebbikből. Nem tudom, hogy említette, neki volt azért egy komolyabb térsérülés, ami picit hátráltatta abba, hogy szerintem ő most nem első osztályban játszik, vagy akár másodosztályban. Ő bevállalta ezt, hogy egy picit, úgymond egy lépcsőfokot visszalép annak érdekében, hogy később majd kettőt ugorhasson. Édesapja ellen minden esetre már jól megy a kis Nyilasnak. A Szeged elleni rangadó előtt ügyesen elhallgatta a taktikát az ellenfél kispadján ülő édesapja előtt, de Lisztesnek is pikáns volt a tiszapartiak elleni rangadó. Kérdeztem tőlem, hogy beszéltél apáddal valamit, vagy volt valami sztoritok át, azt mondja, nem, mindenről beszéltünk, csak a fociról nem, és nagyon érdekes volt, mert ugye addig egy más játékrendszerben játszottunk, és arra a meccsre változtattunk szándékosan ugye a felállásunkon, mert ugye az Elek ráadásul ugye tavasszal kint volt itt az idősebbik Elek, kint volt szinte majdnem minden hazai mérkőzésünkön, és jól ismerte a csapatunkat, és arra a mérkőzésre változtattunk, és hát látszik, hogy az Elcsi egy szóval nem mondta, pedig ugye egész héten tudtuk, azt nem ott találtuk ki az öltözőbe 3 percre a mérkőzés előtt, úgyhogy de ez jelzi azt, hogy azért megvan benne az a dörzsöltség, ami kell ahhoz, hogy ő is eléri a céljait. Na, Szegedtől kerültem ide Soroksára, ugyanis voltam egy fél évet náluk, akkor még NB2-ben, ez is talán pikáns picit a történet. Valóban Elek elhallgatta, hiszen mi 4-4-2-t játszottunk az elején, és úgy alakultak voltak sérüléseink, hogy átálltunk más hadrendre, és ezzel sikerült is meglepni a Szegedet, és mondhatni, hogy talán a szezon egyik legjobb játékával nyertünk ott 4-1-re. Nem jó, ezt kimerem jelenteni, hogy nem jó édesapám ellen futballozni, de arra a 90 percre félre kell tenni mindent, mert ezért vagyunk profik. Úgyhogy sikerült nekem is gólt szereznem, és a Krisztiánnak is, úgyhogy szerintem nekünk az a rangadó elég jól sikerült. A Soroksár jelenleg is vezeti a bajnokságot, a cél természetesen a feljutás, és NB2-es csapatként még több fradista érkezhet a Sorihoz. Mi szeretnénk feljutni a másodosztályban, és ezáltal, nem tudom, ez ennyire publikus, de szeretnénk ugye a Fradi tehetségeknek is majd helyet adni, hogy másodosztályba edződjenek esetleg. Megvan a Fradival, ez a nagyon jó kapcsolatunk. Ifjabb Nyilas Eleket érzelmileg több szál is fűzi a Ferencvároshoz, sőt, a zöldfehérek már csábították is Nyilast. Volt pár lehetőség, de hogyha a Fradi hív, már pedig ez megtörtént, akkor mindenképpen nekem az volt az első emócióm, hogy oda kerüljek, de tudtam, mert akkor nem tudtam játszani, mert volt egy komoly sérülésem, hogy ide kell jönnöm, és én ezt tényleg bevállaltam, hogy a Krisztián mondta, jó döntésnek tartottam, de most a Fradinak egy kicsit más koncepciója van szerintem, mint hogy a fiatalokat beépítse. Ezt nekem el kell fogadnom, és hogyha nem a Fradiban, akkor máshol kell folytatnom, de érzelmileg nekem a Fradi adja a legtöbbet Magyarországon. Hogy Nyilas Elek is egyszer apja nyomdokaiba léphessen és zöld-fehérbe öltözhessen, azért most Soroksáron tehet a legtöbbet, Lisztes Krisztián és Szűcs Mihály hatható segítségével.